következő témánk az adatéhes információs társadalom lesz. Van-e még magánszféránk? Ezt a nagyon érdekes címet adta előadónk a témának. Ami eszünkbe jutott a téma kapcsán, és amiért mi ezt napirendre tűztük, már tulajdonképpen az előadás címében is benne van, ugye, hogy van-e még magánszféránk. Itt abból indulnánk ki, hogy korunk egyik fontos jellemzője a technikai újítások sokassága, amelyek közül különösen az informatikai eszközök, ezek közül is a számítógépet, a mobiltelefont emelném ki, de sokkal szélesebb a köre az informatikai eszközöknek. Mondhatjuk, hogy egy új típusú társadalom alakult ki, ez azt jelenti, hogy mi állampolgárok egy új típusú életvitelre, munkavégzésre rendezkedtünk be. Gondoljunk csak az egészségügyre, hogy ma már az egészségügy igénybevétele is számítógépen keresztül bejelentkezés alapján történik. Nagyon-nagyon átalakult az életünk. Mondhatjuk azt, hogy mindenkire hatással van ez az információs társadalom. Ugyanakkor viszont azt is látnunk kell, hogy az információ nagyon fontos első számú értékké vált. Tudásalapú társadalomban ez nagyon-nagyon fontos, létfontosságú az informatikai tudásnak a szerepe. De hogy milyen ez az adatéhes információs társadalom, és milyen negatívumai vannak, előadónk bizonyára beszél ezekről a kérdéskörökről. Nagy szeretettel üdvözöljük ismételten körünkben, ugyanis tavaly is tartott már előadást nálunk, dr. Lajkó Dóra, egyetemi adjunktus, ő a Szegedi Tudományi Egyetem Állami és Jogtudományi Karának az adjunktusa. Köszönöm szépen a felvezetést! Én is nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és először is boldog új évet kívánnék mindenkinek, jó egészségben! És nagyon örülök, hogy újra itt lehetek Önök között, mert ugye mindig azt tapasztalom, hogy annyira motiváltak, és tudásra éhesek és nyitott gondolkodásúak. Ezért a mai alkalommal én azt terveztem, hogy a kimérten, kimerítő jogi anyag ismertetése helyett egy picit rendhagyó fókusszal, egy kicsit más központi elemmel úgy invitálom meg Önöket a jog nagy területére, hogy hát egy elég rendhagyó koncepcióval készültem, mert az egészségtudatosságot, ugye a tudásszomjon szeretném összerakni a joggal, és ma, képzeljék el, jogi fitnesst fogunk csinálni, jogi fitnesst fogok tartani. Hogy mi is ez a témakör, ez jól látható a bemelegítés alatt. Most ez egy kérdéskomplexum, amely egy nagyon aktuális témakör, a mindennapjainkban benne lüktet. Ott kopogtat mindenkinek az ajtaján. Ez a kérdéskomplexum a magánszféra és az adatvédelemnek a kérdéscsoportja, amelyet nem tudunk megkerülni. Az életünkben bármerre is nézünk, bármilyen irányba is alkossunk csoportokat, vagy bármilyen irányba tevékenykedjünk, az adatokat nem tudjuk megkerülni. Az adatokról van szó például, ha nevünkön szólítanak bennünket. Ez azért viszonylag gyakran megtörténik, ugye? Ugyanilyen viszonylag gyakorisággal megtörténő esemény, hogyha a személyi igazolványunkat elkéri, a buszon például, vagy az utcán, hogyha fölvonultak szilveszterkor és esetleg rendetlenkedtek, akkor ugye személyi igazolvánnyal igazoltathatták Önöket. Vagy például orvosi recept alapján kiváltunk egy gyógyszert, rajta van az összes adatunk, ugye? Vagy hát elég túlzott gyakorisággal megtörténik az, hogy közüzemi számlákat kapunk, ugye? Ez is ugye adatokon alapul, és adatok alapján talál meg bennünket, sajnos az a számla. És még hosszasan sorolhatnánk, ugye? A nevünk, lakcímünk, születési adatunk, életkorunk, végzettségünk, egészségi adataink,
Szóval igazából azt tudjuk mondani, hogy két lábon járó adathalmok vagyunk, és különféle nyilvántartásokban lapulunk, és adatokban állunk össze. Egy nagyon fontos kérdés fogalmazódik meg a fejünkben, ami a PPT-n látható is, hogy mitől speciális a jelenlegi világunk az adataink tekintetében, a magánszférán tekintetében. Hiszen azt tudnám mondani, hogy amióta ember az ember, azóta szűkebb, tágabb értelemben vannak adatai. Tehát akkor mitől lesz ez speciális ez a helyzet? Igazából a válasz két okban körvonalazható leginkább. Szintén a PPT felé fordulok, látható is, nem tudom, hogy bízom benne, hogy hátul is látható, de mondom is. Az egyik a technológiai fejlődés, a másik pedig a megváltozott társadalmi morálba érhető tette. A mi feladatunk az lenne, hogy ezt a két okot kellene a maga komplex valóságában most végigpörgettünk gondolatban, hogy olyan korszaknak vagyunk a tanúi, amely már elképzelhetetlen számítógépes technológia, mobiltelefon, internet, közösségi média platform nélkül. A fejünk fölött drónok röpködnek, ugye a robotika minden pillanatban, minden percben újabb és újabb ötleteket valósít meg, mi az orvostudomány, a hadipar vagy a játékipar területén. A digitális korszak technológiai eszközei életünket sok tekintetben egyszerűbbé, könnyebbé és hatékonyabbá teszik, de nem szabad elfelejteni a másik oldalt, hogy ezek az eszközök lebontanak teret, időt és a magánszféránk egy részét is. Tehát ez egy nagyon fontos kiinduló pont. Ha napjainkban nem vagyunk eléggé figyelmesen, fegyelmezettek, akkor bárki bármikor betörhet a magánszféránkba, vagy éppen mi törhetünk be másnak a magánszférájába. Ezért igazából oda jutottunk, hogy ezek az eszközök az életünket nemhogy az emberi kapcsolatainkban könnyítenék, hanem elidegenítenek bennünket egymástól. Soha nem voltunk még ilyen gyors, közeli kapcsolatban technikailag egymással, és mégis a fizikai kontaktus, az emberi personális kapcsolat az nagyon távol van egymástól. Szeretném kiemelni azt, hogy Marshall McLuhan 50 évvel ezelőtt a technológiai determinizmusról szóló elméletében ő egy olyan világot képzelt el, amikor az elektronikus technológia, elektronikus médiáról beszélt, hogy az involváltság, a mindent egyszerre, az azonnaliság világa fog kialakulni. Ő azt gondolta, amikor töprengett a magányába, hogy hogyan fog változni a világ, hogy egy globális falu fog majd kialakulni, amelyben nincsenek zárt emberi közösségek. Olyan, hogy individuum, nem kell. Olyan, hogy magánszféra teljesen feleslegessé válik. Ő azt mondta, ő úgy gondolta, figyelem, az első írásbeliség utáni generáció számára a magánszféra valamiféle luxus, vagy egyenesen átok. Én azt gondolom, hogy az ő gondolatai kezdenek testet ölteni a világunkba, mert egy olyan korszakban mozgunk, ahol bárki a digitális környezetbe szégyenérzet nélkül bármit, bármikor megoszt. Nem, a valódi gond az, hogy mi egy ártatlan információt kiteszünk valahova valamilyen digitális platformra, és rá akarjuk bízni annak a sorsát egy olyan társadalomra, ahol az erkölcsi morál, a mérőskála szélsőséges pontjai között mozognak, ahol különböző érdekekkel bíró egyének vannak, és számtalan variációban bíró személyiségi kombinációk azt az általunk ártatlannak tűnő kiposztolás információt a saját szűrőiken keresztül engedik át, és levonják a számukra megfelelő következtetést. A jognak az a problémája ezzel, mert eddig még a véleménynyilvánítás szabadságánál tartunk, hogy ezzel sérelmet okozna, vagy kárt okozna. Na hát itt lesz ugye a probléma helyzete.
alapvetően, mert hogy a digitális környezet bizony nem telejt. Számtalan bűncselekmény elkövetését alapozták már meg, ilyen ártatlan kiposztolásokra, például, hogy hurrá, megyek nyaralni 2 hétre, ugye pár nap múlva indulok. Hát igen ám, én örülök neki, mert ugye egy átlag ember azt gondolja, hogy de jó neki, szuper, majd hozzá szuvenír, meg nem tudom, érezd jól magad, vagy esetleg én is, de szeretnék menni, ugye? De hát egy bűnöző jaj nem így működik, hanem úgy működik, hogy 2 hétig üres lesz a lakás. Ugye? Tehát ez egy érdekes helyzet. Tehát a probléma valóban úgy tűnik, hogy a valódi személyes kapcsolatai nyújtotta bizalmi védőháló nélkül egy újszülött ártatlan bizalmával dobáljuk az információkat ugye abba a kútba, ami a társadalom információs szomjúságát hivatott oldani. Fel kell tennünk igazából ezt a kérdést, hogyha egy ilyen világban élünk, hogy mindent megmutatok magamról, akkor létezik-e ebben a világban egyáltalán jogilag védett magánélet? Létezik-e a magánéletnek az egyént védő határa? Ha én mindent megmutatok, akkor a jog miért kezdjen el ugye bármit védeni ilyen értelemben? Hát az első kiinduló pontunk az az lenne, hogy mi is az a magánszféra. Sokszor használjuk ezt talán olyan kifejezés, mint amikor azt mondom, hogy alma, és definiálni kell az almát, ugye, hát minden, ami nem körte, ugye? Tehát valahogy így tudom megfogalmazni, hát a magánszféra is olyan, hogy igazából használjuk, de nem biztos, hogy pontosan tudjuk a tartalmát, és ez nem is bennünk van a hiba, mert alapvetően a magánszférának a történelmi gyökere az angol száz gyökerekre vezethető vissza. Ez azért érdekes számunkra jelen pillanatban, mert az angol privacy fogalmába sokkal tágabb dolgok is beletartoznak, amit a magyar jog nem képes értelmezni, ezért a magyar gyakorlat, jogvédelmi technika még máig is nagyon hosszas dilemmát és élénk vitát folytat arról, hogy mi is tartozzon bele a magyar magánszféra fogalmába. Ezért a magyar jogalkotók, jogtudósok azt a technikát választották, hogy nem megalkotnak egy gigászi magánszféra fogalmat, hanem óvatosan azt mondják, hogy a magánszférának része bizonyos fogalmi elem. Ezek a fogalmi elemek láthatók is a PPT-n, hogy mi tartozik bele. Tehát olyan magánszféra fogalmat nem fogok tudni mondani önöknek, amely egy hatalmas nagy körmondattal lefed mindent, hanem olyat tudok mondani, és ez a PPT-n is látható, hogy fogalmi elemekre tudunk koncentrálni. Mik ezek a fogalmi elemek? Becsület, jó hírnév, magántitok, magánlakás, magántulajdonvédelem, képmáshoz való jog, hangfelvételhez való jog, emberi méltóság, a gondolat szabadságának védelme, és hosszasan lehetne még sorolni a listát. Maga a jogvédelem az Magyarországon úgy néz ki, hogy ebből adódóan, mivel fogalmi részelemek vannak, ezért a jogvédelem is nem egy kódexben, nem egy törvényben szabályozza ennek a védelmét, hanem nagyon fragmentáltan, széttöredezve, nagyon sok jogszabály foglalkozik azzal, hogy a magánszféránkat védjük. Alkotmányjog, büntetőjog, munkajog, polgárjog, adatvédelem, egyenlő bánásmód rendelkezései és a speciális területek, amelyekről még majd lesz szó, ezt nem lőném le. Ami miatt az emberi méltóságot kiemeltem a PPT-n, az nem csak az, mert nekem ez egy vesszőparipám, ugye? Ha mindenki figyelne arra, hogy a másik emberi méltósága ne sérüljön, lehet, hogy most Zsuzsival el se tudtunk volna jönni előadni, mert minek jogász, ugye, hogyha így állunk hozzá, de ezt sem mondják el senkinek, jó? De azért persze lehet az emberi méltóságot tiszteletbe tartani. De az emberi méltóságot azért emeltem ki, mert az alkotmánybíróságunk, amikor a magánszférát jogsérelem tekintetében elkezdi vizsgálni, akkor ezt egy olyan axiómának tekinti, amire mindig lehet hivatkozni. Amire mindig bármilyen ügyben előkaphatom, hogy az emberi méltóságom sérült ebben a szituációban, amikor fölraktak rólam egy képet, vagy amikor felhasználtak egy olyan információt, amit én nem olyannak gondoltam.
Na most ezek az adatok és információk alapvetően két irányban mozognak, az egyik az, hogy tőlünk elfelé, a másik pedig az, hogy felénk irányulnak ezek az információk. Ami felénk jön, tehát ami hozzánk beérkező információ, ott a jogvédelem alapvetően két dologra fog koncentrálni. Az egyik a tájékozódáshoz való jog, amelyet ugye biztosítani kell, a másik pedig a közérdekű adatok nyilvánossága, amely összességében jogvédelem tekintetében a vélemény nyilvánítás szabadságában ölt testet. Na most fölhívnám a figyelmet, hogy ezt is azért sokan el szokták felejteni, hogy ez sorrend, ugye? Tájékozódok, közérdekű adatokról információt szerzek be, és véleményt nyilvánítok. Nem fordítva működik, hogy véleményt nyilvánítok, és nincs meg ugye a beszerzett információ. A másik irány az előadás szempontjából érdekesebb, bár természetesen ez az irányjal is lehetne nagyon sok kérdést felvetni és foglalkozni. Ezek a tőlünk kimenő információk, amely az egyéntől eltávozik. Itt igazából ugye a jogvédelmi technika alapvetően a biztonságon, az integritáson, a védelmen alapul, és mint ilyen ugye az adatok feletti abszolút rendelkezési jognak a biztosításán, amely a magánszféra sérthetetlenségének oltalmába és védelmébe ölt testet. Tehát nagyon szépen látszódik, hogy az adatvédelem és a magánszféra nagyon szoros kapcsolódási pontban van, amikor az adatainkról beszélünk és védelméről beszélünk. Hát ez azt jelenti, hogy nem csak adathalmok vagyunk, hanem digitálisan leképezhető adathalmok vagyunk. Ez azért fontos nekünk, mert minél inkább digitalizált egy módszer, és minél inkább személytelenen van nyilvántartás, a tárolás az adatoknak, annál inkább előfordulhat az, hogy az adatainkkal visszaélnek, manipulálják azt, vagy az eredeti tulajdonos felhatalmazása, hozzájárulása nélkül fogják felhasználni. Alapvetően az adatvédelem általános kereteit az alaptörvényünk és egy úgynevezett infotörvény biztosítja számunkra. Én annyit emelnék most ki az adatvédelmi keretek kapcsán, hogy alapvetően bárki ma Magyarországon, aki adatot szeretne tárolni, nyilvántartani, felhasználni, annak a személynek négy nagyon fontos alapelvre kell hangsúlyt fektetnie. Az első alapelvünk ez a célhoz kötöttség alapelve. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelésnek célját tekintve mindig igazoltnak, objektívnek kell lenni, tehát alapvetően az önkényességet a jog nem fogja biztosítani és nem fogja engedélyezni. A második ilyen elv, amire figyelemmel kell lennünk, hogy a jogokat tiszteletbe kell tartani minden esetben. Az adatkezelés során emberi jogok, személyiségi jogok nem sérülhetnek, és ezáltal ugye a magánszféra sem sérülhet. A harmadik alapelvünk az a jogban is megjelenő gondolat, hogy mindig az egyszerű a nagyszerű. Tehát, hogyha van egy egyszerű megoldás, amivel a cél megvalósul, és a magánszféra kevésbé sérül, akkor azt a megoldást kell használnunk és alkalmaznunk. És a négyes, a már sokat emlegetett, ugye az adatok feletti abszolút rendelkezési jog, az adatalanyé, tehát az eredeti tulajdonosáé, az én nevem, az én születési adatom, én rendelkezek a sorsáról, tudnom kell, mi történik az adataimmal, tájékoztatást kell adni felém, hogy mi történik az adataimmal, megismerhessem azokat, és természetesen ugye dönthessek a sorsukról. Tehát úgy szól az első eset, hogy egyik Facebook ismerőse egy közös program során, ne talán egy Senior Center beli idősek akadémián elhangzó előadás sorozat, nem tudom. Tehát egy közös program során baráti társaságokról készített egy fotót. A fotón ön is látható, azonban igen előnytelenül, mivel éppen összehúzza a szemét, és ez kissé torz fintort alakít ki az arcán. Ezt a fotót a kép készítője, ugye ő lesz az adatkezelő, felteszi a saját Facebook fiókjába nyilvános megosztással. Tehát én vagyok az adatalany, illetve ön az adatalany, akivel a kép készült, adatkezelő az, aki a Facebookra felteszi. Jogszerű, nem jogszerű. Látok itt bólogató embereket, nagyon helyesen, mert ilyet nem látok.
Bár lehet, hogy polgárok is vannak közöttünk, mert elvileg azt tudom, hogy az fordított gesztus. Jó, tehát nem lehet felrakni, mert hogy alapszabályunk, ugye visszaidézve az előző alapelveket, hogy ki rendelkezik az adatokkal? Az adat alany. Akiről készült, akinek az adata. Így van, aki én vagyok, hát sajnos a torsz fintor is az enyém, ugye? Tehát én vagyok, így van. Tehát az adatkezelő addig nem kezelheti az adatot, és ez pláne igaz a nyilvános megosztásokon, tehát nyílt internet, közösségi média platformokon, amíg be nem szerezi a hozzájárulását annak az adott személynek. Ez alól persze azért lesznek kivételek, amiben nem mennék most bele, de egy nagyon fontos gondolatot kiemelnék, hogy ez nem csak a felnőttek szokták elfelejteni ezt a fontos gesztust, hanem ugye a gyerekek is. És ez azért érdekes, mert ez átvezet bennünket egy fontos társadalmi problémára, a digitális bullyingnak nevezett tevékenységre, amely ugye egy zaklatás, egy terrorizálás, hogy fölrakok egy rossz képet, egy nem tudom, hogy fölírok egy zaklató mondatot a Facebookra az osztálytársamról. És ugye a digitális környezet nem felejt, ugye nagyon sok öngyilkosság is volt már emiatt. Tehát nem csak jogi eset, hanem tragédiák alakultak ebből. Lakóhelye közterületi kamerákat szerel fel a város egyik közkedvelt sétáló utcájára. Megteheti ezt, vagy nem teheti meg? Szuper, nagyon jó, megteheti. Hát ennek keretei vannak, mégpedig a keretét a rendőrségi törvény, vagy a közterületfelügyeletről szóló törvény. Tehát már is két törvénnyel kiegészítettem az előző felsorolását, ugye a fragmentált jogszabálynak, amelyet úgy tehet meg, hogy az önkormányzaton keresztül engedélyezteti a közterületi kamerának a használatát, és a felszerelésről a képviselő testület fog döntést hozni. Ez eddig rendben van. Kiegészíteném szóban ezt a helyzetet azzal, hogy igen ám, de ebbe a tervbe szerepel az, hogy arcfelismerő programot csatolnak a rendszerhez, ami azt jelenti, hogy a közterületi kamera vesz minket, és egy mögöttes program arcfelismeréssel automatikusan azonosít bennünket. Mi erről a véleményünk? Jó, ez már úgy látom, hogy egy picit-picit megkavarta a kedélyeket. Így van, azért érdekes ez a dolog, mert ez egy nagyon veszélyes területre vezet át bennünket. Ugye a NAI két dolgot sérelmezett ebbe a szituációban, vagy sérelmezne ebbe a szituációban, pont azt a két dolgot, ami kellene ehhez, hogy megvalósuljon. Ugyanis az egyik az kellene az automatikus azonosításhoz, hogy legyen egy olyan nyilvántartás, ahol mindenkinek a digitális arcképe elérhető. Nem lenne ez olyan nagyon nagy tragédia, mert a személyigazolványban vagy az útlevélben digitális arckép fotó van. És ugye ez egy olyan szituáció lenne, amely felveti azt a kérdést, hogy akkor ki felelne, ki gondozná ennek a nyilvántartását. És ugye ez azért problematikus, mert ezt úgy nevezi a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság, hogy készletező adatgyűjtés. Hát majd egyszer jó lesz, majd egyszer valaki elkövet valahol valamit, és akkor de jó lesz, hogy azonosítjuk. Ezt a készletező adatgyűjtést a NAI sérelmez, ilyet nem lehet tenni. A másik probléma, amit sérelmez a NAI, az az, hogy automatikusan történik meg az adat kezelése, ugye az azonosítás, ami visszagondolva ugye azokra az alapelvekre, amit vettünk, ugye fölülírja azt, hogy az adat alanyé a rendelkezés az adatok fele. Az egyik szomszédja karácsonyra 13 éves fiának vesz egy kamerával felszerelt drónt. A fiú kedvelt időtöltése, hogy a drónt a környék lakóinak lakásai ablak kert felett repteti, és mit áld Isten az ott tartózkodókról még felvételt is készít. Már mit mondanánk ennek a kedves 13 éves fiúnak? Csinál! Csinálja ki vagyta! Nem, ugye? Jó, tehát nagyon-nagyon fontos, nagyon ügyesen itt is rájöttek a megoldásra,
És azt kell, hogy mondjam, hogy annyira ügyesek, hogy szeretném kiemelni, hogy nincs jogi szabályozás jelen pillanatban a magáncélú drón használat kapcsán. Tehát már is olyan ügyesek, hogy fölülírták ugye a jogi szabályozásnak a szükségességét, ugyanis konkrét jogi rendelkezésünk nincsen, de a NAI-nak van állásfoglalás, hogy hogy lehet magáncélú szempontból drónt röptetni. Ő azt mondta a NAI, hogy hatósági engedélyt kellene beszerezni, ugyanúgy, mint a nem magáncélú használatra, amelyben ugye a célt meg a módot rögzíteni lehetne, ami egy biztosíték lenne, de már is szeretném kiemelni, hogy az a jogok tiszteletbe tartásához kellett volna most agyilag visszanyúlni, mert hát drónnal sem készíthető más emberi méltóságát sértő felvétel. Még magáncélú használatra sem. Nem mondhatom azt, hogy a szomszédaimról készítek egy felvételsorozatot, és otthon röhögök a szobám magányába, ugye? És nem mutatom meg senkinek. Nincs ilyen. A jog ezt sem engedélyezi. Hát más kérdés, hogy ez hogy derül ki, ugye? Hogy most ilyet csinál-e valaki, vagy nem? Ebben most nyilván nem mennék bele. Jó. Az utolsó ilyen kis esetünk, amit felvettünk, az az, hogy a lakóhelyén, a tömegközlekedési eszközökön megunva a sorozatos blitzelőket, új lenyoma alapú leolvasókat helyeznek el, és ez váltja fel a bérlet használatát, valamint az életkorból adódó kedvezmény igazolását. Itt van a jövő! Itt van a jövő! Ez mindig ott van velünk, ugye? Nem tudom, ha kezdjük be. Jó, jogos, na, hát azért vannak problémák még. De nem tudom, volt-e valahol olyan, hát én már mindent csináltam, tehát én abszolút tudok jelentkezni ebbe a szituációban, hogy otthon hagyták a bérletet, vagy iratokat, vagy a nőknél jellemző, hogy nem illik ez a táska a ruhámhoz, és akkor átpakolok a másikba, csak éppen elfelejtek átpakolni mindent. Tehát aki csinált már ilyet, az pontosan tudja, hogy azért ez az új lenyomat ott van velünk, nem hagyható el, ugye? Nem kell rajta gondolkozni, hogy mi a helyzet vele kapcsolatban. Hát itt van a jövő, ez egy nagyon kényelmes megoldás. Ugye az új lenyomat kapcsán azt szeretném kiemelni, hogy ez egy biometrikus azonosítás. Egyébként az arcfelismerés is egy biometrikus azonosítás egyébként, amelyről jelen pillanatban a magyar jog csak mondatokat fogalmaz meg, tényleg rövid mondatokat, hogy személyes adat a biometrikus adat, és ezzel kimerült nagyjából a történet. Tehát megint ott tartunk, hogy a jog most fogalmazza meg a jogi szabály megoldásokat. Ugye az új lenyomatot használni azonosításra az nem egy új keletű esemény, ugye történelmileg tudjuk, hogy Kína már időszámításunk előtt használta ugye bűnődözési szempontok szerint azonosításra az új lenyomatot, ezért nem is annyira szeretjük ezt, hogy azonosítani kell magunkat, mert kicsit a bűnözőnek érzi magát az ember, hogy új lenyomattal azonosítsák, de mitől új keletű ez? Hát a technológia miatt, hogy ez gép végzi ezt az azonosítást, és ugyanott vagyunk, ahol az arcfelismerésnél, hogy itt ugye valami automatizmus történik, de itt az új lenyomatnál talán annyi az automatizmus fölülírja, hogy oda kell, hogy rakjam az új lenyomatomat, de ugyanúgy probléma a nyilvántartás, ki férjen hozzám, tehát ugye ezek mind-mind problematikus helyzetek lennének. Igazából a NAI-nak itt is van egy állásfoglalása, 2012-ben egy megtörtént eset kapcsán adott ő egy állásfoglalást, mégpedig fürdőbérlet kapcsán, Szegeden is, ugye? Nem akarnám mondani, hogy igen, Szegeden is, tehát a fürdő, így van, köszönjük szépen, majd helye volt a reklámnak is ilyen szempontból. Jó. Tehát fürdőbérlet kapcsán új lenyomat azonosítás alkalmazható vagy nem. Ő azt mondta, nem egyértelműen azt mondta, hogy nem lehet, vagy lehet, ő azt mondta, hogy végig kell gondolni dolgokat. Az egyik olyan gondolat, amit végig kell gondolni, ami az elvekben is benne volt. Az egyszerű, a nagyszerű. Tehát ha van más megoldás, ami a célt megvalósítja, akkor a magánszférát kímélni kell. Én azt gondolom, hogy én mindig úgy gondolok a saját életemre, hogy nagyon örülök, hogy egy olyan korszakban élhetek, ahol a technológia ennyire pörög.
ahol a változások itt vannak. Ugye korábban évtizedekig is kellett várni egy újításra, most meg már egy évet nem bírunk ki, hogy ne jönne valamilyen új technológia, tehát itt aztán mindenkinek azt a bizonyos atyót föl kell kötni, hogy ugye lépést tudjon tartani a technológiai követésével. Tehát a jövő a digitálisan leképezhető adatoké, ez nem is kérdés. Tehát az a megoldás, hogy van egy smart home, egy okos ház, amely engem le tud tapogatni adataimat tekintetében, hogy milyen a testhőmérsékletem, milyen a hangulatom, és ez szerint fog fűteni, zenét szolgáltatni, világítást beállítani, ezek itt vannak. Tehát ez nem futurisztikus megoldás, vagy az, hogy készülnek az olyan robotok, amelyek a tulajdonosra szabhatóak, amit csak a tulajdonosnak a hangjára fog reagálni, és hiába fogja azt mondani a mellettem álló házastársam vagy barátom, hogy hozzál egy pohár vizet, a robot arra fog reagálni, ami az én hangom. Tehát egyszerűen elképzelhetetlen számunkra, pedig itt van. Tehát bemutatásra kerültek már ezek a technológiai megoldások. Hát nem beszélve arról, hogy most már a határátlépéshez nem a lábunk kell elsősorban, hanem az új lenyomatunk. Vagy hogy a szívritmusunk az nem csak a szerelmünk fog mérője ma már, hanem a bankkártyás fizetésünk alapja is, ugye? Hát egy rosszul megválasztott költséggel bevásárlás azért nem csak az egészségünkre hat ki rosszul, mert a szívritmusunkat egy kicsit meggyorsítja, hanem ugye azt a kockázatot is fel kell vállalnunk, hogy nem bírjuk kifizetni, hogyha a szívritmussal kell fizetni. Itt van ez a megoldás. Egyébként, amikor aláírom a bankkártyával való fizetést, az is egy biometrikus azonosítás, mert az aláírás is egy biometrián fog szolgáltatni. Tehát ez egy nagyon izgalmas korszak, amelyben a jog formálódik, tehát direkt azért is hoztam olyan eseteket, hogy lássák azt, hogy most még bótszorgás van. Ugye egy új pornak a hajnalán tartunk jelen pillanatban, és én azt gondolom, hogy mindig a virradat előtti órák a legsötétebbek. Hát most valahol ott tartunk, hogy mi lesz a digitális adatainkban jogilag. És az utolsó gondolat, a záró gondolat az a pár számomra fontosnak ítélt gondolat az előadásból, de bízom benne, hogy ki is tudják egészíteni majd ezt a listát, amelyet nagyon remélem, hogy magukkal fognak vinni. Az első ilyen gondolat, hogy mindannyiunkat megillet a magánszféra oltalma. Éljünk ezért vele. A második gondolat az, hogy figyelmes fegyelmezettséggel nyissuk ki a saját magánszféránkat, és döngessünk másnak a magánszféráját. A harmadik gondolat, hogy mindig célhoz kötötten jogok tiszteletbe tartásával kell eljárnunk, tehát célhoz kötött tisztességes eljárás. Következő gondolat, ami technikailag lehetséges, az jogilag nem szükségképpen eredményes megoldás. És az utolsó gondolat, hogy legyünk részesei a folyamatnak, amiről beszéltem, hogy most alakul ez a korszak technológiai vívmányokban, jogi szabályozásokban, és mindenkinek azt kívánom, hogy nagyon hosszú ideig jó egészségben, szellemi kapacitásban legyünk részesei a folyamatnak. Remélem mindenkinek a szellemi, mentális állóképessége fokozódott. Váljék kedves egészségükre a jogi fitness. Köszönöm szépen a figyelmet! Nem a fából, hanem faragba, egy ilyennel, hogy se el tetszik fogadni, és hát még egy nagy tapsot a másik előadást is megköszönjük, ugyanilyen nagy tapsot.